Megjött a konyhabútor. Jó reggelt! Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough, just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Hány óra? 7. Ez van még sötét. Sziasztok, és üdvözöllek benneteket egy új szép ütkezünk vlog videóban. Végül a koncepció az teljesen más lett, mint amiről beszéltem az előző videóban. Ugyanis nem egy aktuális túr lesz most ez a videó. Rájöttem, hogy ez lehet nem is annyira érdekes, talán nem is annyira aktuális már. Ugyanis ma, képzeljétek, szerelik a konyhabútort, illetve a gardróbot. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezzel kezdenénk ezt a mai videót, aztán meglátjuk, hogy akkor is mi lesz még benne. De itt vannak a fiúk, reggel 7-re jöttünk, ők magyar időben 5-kor indultak, szóval nagyon korán. Reggel 7-re jöttünk, itt vannak már, 6-an vannak és szerelnek konyhát, illetve gardróbot, illetve folyosón a fali burkolatokat. Szóval nagyon izgalmas, nem tudom, hogy miért suttogok. Eddig nagyon nagy hangzavar volt. Szóval elképesztő, hogy milyen munka folyamatok mennek itt végbe, és elképesztő, hogy mennyi bútor van itt, ahhoz képest, hogy csak kettő bútor van, kettő helyiségből van szó. Hihetetlen, profi. Úgyhogy próbálok így kicsit, hát, leskelődni a kamerába. De nem akarom nagyon őket zavarni, mert nyilván ilyenkor az ember, amikor dolgozik, nem feltétlenül szeretné, hogy valaki videózza. Úgyhogy csak ilyen kis, nem tudom, hogy fog sikerülni, meglátom, hogy mennyire vannak benne, bár azt hiszem, hogy benne vannak. Mi takarítanom kell a gardróban, gyorsan felporszívózom és felmosok, mert azt még tegnap fejeztük valami áltozást, ott is volt egy-két probléma, viszont az is rendben van, rendben lesz, és akkor azt is csinálják a fiúk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas nap. Tell that you're tough. Order in a cup of love. Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. Ezek itt a fal burkolatok, látjátok? Annyira szép lesz, Jézusom, de gyönyörű! Itt már félig, meddig áll az egyik. Látjátok ezek? Szerintem nagyon-nagyon feldobja a folyosót, imádom. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Szóval most így néz ki a konyha. Van pakolva. Ez itt hűtő és fagyasztó. In a cup of love, feel it rising up and above. Kávéznak a fiúk, úgyhogy kihasználom a helyzetet, és bejövök a konyhába. Szóval most így áll a szitu. Hát nyilván nem annyira látszódik a nem látszódik tökéletesen a színe, mert hát nincs még rendes fényünk. Viszont, igen. Viszont egy gyönyörűséges pasztelszürke, ahogy én szeretem nevezni galambszürke lett. Fekete kiegészítőke természetesen. És ez itt már szerintem egy hűtő. Igen. Ez itt így állunk. Apa kínálja a kávét. Hozott a fiúknak kávét. Jaj, egyen meg. Meghoztuk a mosogatót. Jó, de nagy. Mert látjátok, hogy milyen jók ezek a fal burkolatok, és még nagyon messze van, hogy kész legyen, de nagyon jól néz ki. Már most hoztunk egy kis pizzát a mestereknek. Halló, halló! Jaj, de hangos vagy! Halló, hangos vagy! Hangos vagyok, hát hogy ne lennék már? Szevasztok! Jaj, de minden történik itt! Halló,
ez gyönyörű lesz. Időben most már picit később járunk, ugyanis október 26-a van. Onnan tudom, hogy pont ma ettem meg egy olyan csirkemellsonkát, ami ma jár le, és meg kellett néznem, mert éreztem, hogy akár problémás is lehet. Na de ez tényleg egy mellékes sztori, szóval nagyon-nagyon sok minden történt, és arra gondoltam, hogy most egy ilyen kis update-tel eljövök, update-ért eljövök ide a kamerámmal is, és körbe vezetlek titeket, és bemutatom nektek nagy vonalakban természetesen, hogy mi történt, hogy állunk most, és mi újság van. Bútorok terén milyen lett a konyha így összességében, és a többi rész is, ami már készen van. Nagyon jól alakulunk, úgy gondolom. Nem sietünk egyáltalán, tehát megbeszéltük Dáviddal, hogy nincs miért sietni, amikor megvan, szép tempóban haladva, akkor fogunk majd költözni, tehát nincsenek ilyen határvonalak meghúzva. Nyilván nagyon szeretnénk itt karácsonyozni, tehát az azért egy ilyen képzeletbeli cél volt, nevezzük úgy, de ha nem fog összejönni, akkor nem fog összejönni. Szóval nem stresszelünk rá a dolgokra, amúgy sem szoktunk semmire, úgyhogy igazából úgy lesz jó, ahogy lesz, és élvezzük így a haladást, az apró lépéseket, és azt, hogy tényleg kezd összeállni az otthonunk, aminek nagyon, de nagyon örülünk. Nem tudok betelni azzal, hogy mennyire jó fény van itt bent. Tudom, hogy a fehér falak, az ablakok, amik annyira nem nagyok, de mégis nagyok. Úgyhogy nagyon boldog vagyok emiatt is, hogy ilyen szép világos otthonunk lesz, ami nekem tényleg fontos volt mindig is. Na szóval, elkalandozunk. Szóval bemutatnám nektek a kis konyhánkat, körbevezetnélek titeket benne. El kell mondanom azt, hogy bár nagyon jól néz már ki, és tényleg hát nem félkész a konyha, mert azért szerintem jobban állunk, de tudjátok, a lényeg az még nem a lényeg, de így a kis finomítások, a részletek, a kis detailingek nagyon-nagyon sokat tesznek hozzá, nyilván ki sincs takarítva, tehát nagyon messze van még a vég, de azért szeretném nektek bemutatni, hogy hogy állunk most, mert én már nagyon boldog vagyok emiatt, és imádom. Imádom. Annyira jó, hogy bejön a fény innen, besüt a nap, és annyira tetszik, hogy ugye az ablakoknak a kis keretezett formája visszatükröződik itt. A lényeg az, hogy ide szerettünk volna erre a részre, mivel nincsen külön spájzunk, szerettünk volna egy ilyen leválasztott szekrénysort, ami végül is a mi kis pájzunk lesz. Nagyon-nagyon sokat lehet belepakolni, nagyon nagy és masszív, de tökéletes arra, amire ki lett találva, én úgy gondolom, és nagyon szép. A konyhánk az, ez a pasztel szürke lett, galamb szürke, ahogy én szeretem nevezni. Egy egész világos szürkéről beszélünk, egy minimális kékes beütéssel. Az a víz elront mindent. Csak úgy nagy vonalakban, itt van például, nem, hol van? Itt van, úristen. Ez itt a hűtőnk, beépített hűtő és fagyasztó van, mert Ehhez én ragaszkodtam, bevallom őszintén, szerintem ez nagyon szép tud lenni, hogyha be van építve ez a kettő is, és sokkal, hát nem tudom, sokkal egységesebb az összkép. Lettek ilyen kis tárolók, ó, hát annyira imádom őket, ez is az. Ide arra gondoltunk Dáviddal, várjatok csak, igen. Arra gondoltunk Dáviddal, hogy ide még jön majd egy kis minibár szerűség,
amiben a borokat, nem tudom, különféle alkoholos italokat fogunk tartani. Ugye ott van a dugaj a fagyasztóhoz, ezért nagyon jól meg lehet majd oldani, hogy akkor egy minibár ide bekerüljön. Van nekem itt sok fiókom, amíg kitalálom, hogy mit hova fogok rakni. Szeretnék rendszert. Nagyon fontos, hogy rendszer legyen benne. És nyilván ezek is ilyen kis, ja, azt hiszem, hogy felfelé nyílik, de nem. Ezek ilyen kis tárolók, hát tényleg lesz hova pakolni, és ez mindig is cél volt, hogy mindig is vágyom volt, hogy lehessen pakolni, legyen hely. Na hát, itt kérem szépen, van. Ez itt mögöttem, képzeljétek, egy krétatábla. Szeretünk volna ide egy olyan kis részt, ami, hát hogy is mondjam, talán feldobhatja a hangulatát a konyhának. Sokan mondták, hogy úgy lett volna, hogyha kommunikált volna idézőjelben a konyhám a garázsal, de én nem szerettem volna, ezt én így eldöntöttem. Úgyhogy ide ez a kis tábla került, amin lesz egy tévé, itt egy mini tévé, és akkor erre lehet írni mindenfélét. Például azt, hogy milyen kávét tudok csinálni, nem tudom, így tudjátok, ilyen szépen írva latte macchiato, vagy bár tényleg nem tudom, a napi menü, mit főzök ma, csak simán egy ilyen kis love note, nem tudom, mi tényleg itt lehet kreatívoskodni, ami szerintem nagyon, nagyon vagi, úgyhogy ez erre a célra szolgál. Metrócsempe van, ezt a vizet most már elveszem, én nem, mert nagyon zavar, itt is fog, nem mindegy. Metrócsempét választottunk ide, szerintem ez nagyon jól néz ki, a munkalap pedig picit ez a márványos hatású, de minimálisan nem szerettem volna nagyon márványosra ezt, úgyhogy ezt választottuk ki végül Dáviddal, és nagyon jól passzol a kis mi ez? Szekrény színünkhöz, tehát tökéletes az összhang, úgy érzem. Egy nagyon fontos része a konyhának a mosogató, ami be hát mondhatni szerelmes vagyok, tényleg imádom ezt a mosogatót is, és nagyon-nagyon tetszik ez a fajta mosogató, ami kiül elől, tudjátok, nem tudom, hogy milyen fajtának nevezzük ezt, de hogy így mutatom. Nagyon jól látszik így, és jó nagy maga a mosogató is, tehát impozáns, azt kell, hogy mondjam, szerintem ez így annyira gyönyörű és annyira feldobja. Itt kukák vannak, 4 kukát is rakott nekem ide az asztalos. Ez sem egy újszerű dolog, de én ennek is kifejezetten, ez miért nem áll meg? Majd megbeszélem vele. Kifejezetten örülök annak, hogy itt ezt a helyet is ki lehet használni, szóval tényleg mindenre gondolt. És ugyanez van a másik oldalon is. Polcok. Annyira jók ezek a polcok, ugye? El tudom képzelni, mit fogok ezen tartani. Valamelyik ilyen kávés lesz. Valamelyik, nem tudom, dzsines lesz. Több ötletünk is van. Itt is a kis polcaink. Várjátok, mert itt vannak dolgok. Mutassam meg nektek a főzőlapot is. Ami ez lett, egy indukciós főzőlapot választottunk. Sima kis feketét. Szerintem jó lesz. Sokáig vaciláltunk rajta, de végül ezt választottuk, és bízom benne, nem fogjuk megbánni. Itt van a sütő is. Jaj, azt nem mutattam. Itt van a mosogató beépítve. Ennek is nagyon örülök, hogy beépítettük, és szerintem nagyon jól néz ki így. Már csak annyi a kérdés, honnan fogom tudni, hogyha befejezte a dolgát, vagy sem. Látjátok, ez egy jó kérdés. A gőzelszívóval voltak problémák, ez már itt a második. Az elsőt azt végül levettük, és inezékhez ment, képzeljétek, bukiba, mert nekik nem volt még gőzelszívójuk, és pont tökéletesen pászol hozzájuk, úgyhogy az az övék lett, és akkor én ide vásároltam egy másikat, ez egy sima fekete, ez is nagyon jó, jobb dizájnra, mint ami volt, és jobban illik szerintem így a konyhánkhoz, úgyhogy ezt kell még valahogy beüzemelni. Itt vannak a csatornások is dolgoznak, na mindegy. Nagyon tetszik nekünk, be kell üzemelni, de ha be lesz üzemelve, akkor jó lesz. Annyira szürreális számomra, hogy a konyhánkból beszélek most hozzátok, és tényleg nem sokára úgy néz ki, hogy költözni fogunk végre, és egy álom fog valóra válni, vagy hát már félig meddig valóra is vált, hiszen mindig is ez volt a legnagyobb vágyam, hogy legyen egy saját kis otthonunk, és annyira boldog vagyok, hogy ez úgy tűnik, hogy megvalósul. Úgyhogy alig várjuk, hogy itt legyünk, alig várjuk tényleg, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok. Imádom. Nagyon tetszik minden, és nagyon sok hiba van, nagyon sok dolog, amit
másképp csinálnék már most. Nagyon sok olyan dolog van, ami zavar, viszont tudom, hogy úgy lesz, és ezt már sokszor mondtam szerintem, úgy lesz tökéletes, amilyen lesz, és utólag úgy gondolom, hogy semmi sem fog zavarni bennünket, és minden tetszeni fog nekünk, hiszen a miénk lesz, és itt lesz nekünk az otthonunk, úgyhogy összességében ez az, ami igazából számít, és Dávid is mindig ezt mondja, hogy úgy lesz tökéletes, ahogy lesz, és ne bosszankodjak a kis részleteken, mert ugye én hajlamos vagyok bosszankodni a részleteken, mert itt volt ugye előttünk, én mindig ehhez tudom hasonlítani, itt van előttünk egy fehér lap, vagy itt volt előttünk egy fehér lap, és arra olyat tudtunk volna festeni, vagy tökéleteset tudtunk volna festeni. De lehet, hogy sosem lehet tökéleteset festeni. De ugye tiszta lappal indítottunk, és valahogy mégis nagyon sok olyan dolog történt közben, amit nem akartunk úgy odafesteni arra a lapra. De mégis ott van. De nem baj. Pont ez lesz benne a legjobb, összességében az egész szép lesz, nagyon-nagyon szép lesz, nagyon-nagyon fogunk neki örülni, és azok a kis miniatűr problémák vagy hibák, azok igazából hosszú távon semmit sem fognak számítani. Én így állok hozzá. És ez tényleg nem panaszkodás, én ezt a sorozatot azért csinálom, hogy bemutassam nektek, hogy mi történik így közben, mi az, amit lehet, hogy másképp csináltam volna, és a legutóbbi részben is ugye, megkaptam azt, hogy hát más is nagyon szívesen döntene arról, hogy fekete vagy milyen színű rollója legyen, redőnye, de én ezt nem azért mondom, hogy én panaszkodjak nektek, hanem a problémákat azért mondom el, mert ezek elkerülhetetlenek, és ezek előfordulnak minden ilyen folyamatban, és csak azért mondom el, mert lehet, hogy van, akinek segít, vagy valaki erre aztán majd figyelni fog. Értitek szerintem, mit akarok mondani? Nem is tudom, hogy hova gondol az ember, aki azt gondolja, hogy én panaszkodom. Erről szó sincs, ez nem panaszkodás, de nem tudok mindent tökéletesen felfesteni nektek a videóban sem, hogyha az nem pont tökéletes, és szeretnék őszinte lenni, és elmondani azt, mi az, ami bánt. Tudom, hogy tökéletesnek tűnik az egész, és igazából tényleg tökéletes lesz, de vannak gondok közben, vannak problémák közben, vannak olyan dolgok, amik nem úgy alakulnak, ahogy elterveztük, és kész, ez csak ennyi, ezt nem kell túl gondolni, nem kell belegondolni dolgokat, és remélem, hogy értitek, mit szeretnék mondani. És tényleg nagyon-nagyon örülök annak, hogy örültök velünk, és nagyon szépen köszönöm a sok, nagyon-nagyon sok jó indulatú, jó lelkű kommentet. Itt vannak már a... pont azt mutatom, ahol még hiányzik egy léc. Szóval itt vannak a falburkolatok, amik szerintem valami elképesztően csodálatosak, és nagyon feldobják így a folyosót. Úgy gondolom, ezek tényleg annyira szépek, annyira tetszenek, hogy az valami hihetetlen. Közben van itt egy kis mosókonyhánk is. Most mindent nem akarok nyilván részletesen megmutatni nektek, mert hosszú is, meg talán unalmas is részleteiben. Majd amikor pakoljuk, majd a végén, nem tudom, még nem találtam ki a koncepciót, de ez is ugyanaz a szürke egyébként. Picit most sötét a kép, nem tudom, hogy miért. Ugyanaz a szürke, itt is nagyon sok tárolás lehetőség van. Metrócsempe még nincs kifugázva. Itt egy ilyen kis cucc. Marokkói csempe, vagy hogy kell ezt nevezni, de azt hiszem, hogy az a neve, vagy hát az a stílus. És itt például egy kis fürdőszoba is látható. Annyira jó! Szóval a kis fürdőnk is megvan, ez a gyerekfürdő, nevezzük úgy, és hát itt is a fehér dominál, a fának a színe, illetve sok lesz a fekete is, tehát körülbelül ezek a színek, amik dominálnak bútorokban, és aztán nyilván a sok kiegészítő, a sok zöld, nem tudom, növényke, stb. Az majd fogja igazán feldobni az egészet, de a domináns színek ezek, a szürke, a fehér, a fekete, és a fának a színe körülbelül szerintem, igen. És ide ilyen kis apró csempét választottunk, szerintem ezt már láttátok. Most látszik igazán. Itt van egy geberit tartály, megvan. Az asztalos egyébként annyira jó, hogy ilyen kis megoldásokat is kitalál, látjátok, így ezzel le tudtuk zárni ezt az egészet, és nem kellett az az él, ami a csempére szokott kelleni, és ami szerintem nem annyira szép. Itt van egy kis tükör, itt van egy ilyen kis valamicske, szekrény, ez sincs egyébként még beállítva, teljesen meg hiányzik egy ajtó, szóval azért látjátok, és itt van egy kád, egy kis dekorcsempével, ami nem tudom, mennyire látszódik, így picit koszos még,
de valami ilyesmi. Itt vannak polcok, ide még jön ilyen kis fekete tartóka, ha jól emlékszem. Tehát nagyon, nagyon jól haladunk szerintem. Koszos a tükör. Itt is van egy komód, ez már a hálószobánk. Itt mutassak még nektek. Éjjeli szekrény! Itt pedig a gardróbnak a bejárata látható. Ez ilyen kis fekete keretes, ide tükör fog jönni mind a kettő oldalára. Értitek? Ez nem egy annyira jó szög már, mint a lényeget ti nem látjátok. Mutatok. Valahogy így. Milyen kis besétálós, nem annyira tágas, mint láthatjátok, de hát ez tökéletes. Ennél nem kell több. Kisfa, Karin. Ruhaliftek, polcok, minden, minden jóság. Úgyhogy igen, ez így most egy ilyen kis mini túr és mini bútoros feltérképezése a dolgoknak, hogy lássátok körülbelül mi a szitu. Nagyon bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Most így állunk, hogy folyamatosan érkeznek a tartalmak ezekkel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban, a házzal kapcsolatban, és folyamatosan jövök majd a friss dolgokkal. A következő videó az lehet, hogy egy ilyen haul videó lesz, amiben azokat a kis cuccokat, dolgokat fogom nektek bemutatni, amiket beszereztünk már így a házunkba, tehát mindenféle ilyen kis konyhai dolgok, ilyen kis csajos cuccok egyébként inkább, törülközőt vettem például a múltkor, úgyhogy így ilyesmire gondoltam a következő videónak. Egy homeware haul lesz, múlt nap adtam le egy Zara Home-os rendelést, úgyhogy tényleg össze fog állni hozzá a sok dolog, és nagyon jó lesz, remélem. Úgyhogy itt most el is köszönnék tőletek, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Sok puszi! Sziasztok!